Halálos vonatbaleset történt Taiwanon. A 350 utast szállító vonat Taitung városába tartott, és a Hualiantól közvetlenül északra fekvő alagútban siklott ki, miután neki ütközött egy teherkocsinak, amelyik az alagút feletti szikláról esett a sínekre. A balesetben legkevesebb 34-en életüket vesztették, több mint 70 ember megsebesült. A vonat nagy része az alagútban rekedt. Az utasoknak ki kellett feszíteniük az ajtókat, az ablakokat és a kocsik tetejét, hogy kimenekülhessenek a roncsból. A szerencsétlenség egy 4 napos hagyományos helyi ünnep kezdetén történt.